korábbi labdarúgónk Keller József komoly elhatározásra jutott. Önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatot vállalt a Magyar Honvédségnél Heves megyében. Volt védőnk nem egyedül, hanem 30 éves fiával, ifjabb Keller Józseffel együtt kötött szerződést a Honvédséggel Egerben. Korábbi játékosunk érdeklődését a Honvédség iránt egy utánpótláskorú futballistánk, szintén tartalékos szolgálatot ellátó édesapja keltette föl. Utána néztem ennek az önkéntes szolgálatnak, és nagyon megtetszett. Ugye én voltam még sorkatona annak idején. Tudom, hogy miről szól a katonaság. Viszont a fiam nem volt katona, és tudom, hogy miből maradt ki. És a mai fiatalságnak, ő már azért nem fiatal, de tudom, hogy nagyon szükség lenne egy katonaságra, ahol megtanulja a fegyelmet, megtanulja az alázatosságot, megtanulja a pajtársiasságot, a csapatmunkát. Az FTC örökös bajnoka a szerződés aláírása után azt is elmondta, hogy mi vár rá és fiára, valamint, hogy ezáltal mennyiben változik meg az élete. Ő ugye, mivel nem volt sorkatona, ő át fog esni egy komolyabb kiképzésen. Én, mivel voltam, nekem a kiképzés egy nagy része ugye elmaradt, de viszont bizonyos modulokat nekem is el kell végeznem, hogy bizonyos felkészültséggel rendelkezzünk. És azon kívül, amikor szükség van ránk, mint önkéntes tartalékosokra, természetesen jövünk és segítünk, ahol kell. Nem egy rendszeres dologról van szó, tehát mindig egyeztetések után történnek a különböző feladatok elvégzése, ami összeegyeztethető a hétköznapi élettel. Fiammal vagyok itt együtt, akivel régóta nevelgetek, próbálom irányítgatni, és ez egy megható dolog volt azért, ez egy nagyon nagy ünnepélyes ceremónia volt ilyen szempontból. A döntés hátteréről megkérdeztük Keller József fiát, ifjabb Keller Józsefet is, aki tartalékos őrmesteri rangban lett tagja a zászlóainak. Kiemelte, édesapja nem csak számára, hanem a fiatalság számára is példaképként szolgálhat. Abszolút, abszolút. Mindenki mentalitás, amit hogy pályán játszott, a hozzáállása. Hát, mint családapa, abszolút ott van a toppon. Jó pár hónapja kezdtünk el apával beszélgetni erről. Igazából ő vetette fel a témát, hogy ő ezt fogja csinálni, és hogy megkérdezte, hogy nekem is kell ez a dolog. Mondtam, hogy hát persze, ahogy elmondta, így egyértelműen tetszik a történet, és hát szinte már várom a kiképzést. Beszédében Polyák András ezredes, a zászlóalj parancsnoka kiemelte, hogy minden 18 és 65 közötti egészséges, büntetlen előéletű magyar állampolgár vállalhat tartalékosi szolgálatot. Érdeklődésünkre hozzátette, a Honvédség számára külön öröm Keller Józsefék csatlakozása. A Keller József az a mai fiatalság számára egy ikon, őt én úgy gondolom, hogy maximálisan példamutatásával, az előéletével, a sportolói teljesítményeivel egy követendő példa a katonáink számára, a tartalékos katonák számára is természetesen. A kitartásával, a csapathoz, egy csapathoz való tartozásával, határai feszegetésével maradéktalanul tudja a katonáinkat, a bekerülő fiatalokat motiválni. Rajtparancsnokként fogja a tevékenységét végrehajtani, tehát beosztott állománya lesz, akiket ugyanúgy majd az ő felkészítése után képeznie kell. A 61. zászlóinál már vannak is olyanok, akik apa és fia vállalt nálunk önkéntes katonai szolgálatot. A Keller József úr, mint sportoló, mint apa, mint családapa, ismételten példát tud mutatni a magyar társadalom felé. Keller Józsefék az első évben egy 10 modulos kiképzésen vesznek részt, ami alkalmazkodik majd az elfoglaltságukhoz. Volt futballistánk és fia izgatottan várják az előttük álló feladatokat.